Tehát ha épít a hód, először is hol épít a hód gátat? A hód ott épít gátat, ahol keskeny partszakasz van, tehát a vízbőség nem elegendő ahhoz, hogy ő az otthonát ki tudja építeni. Ez ennyire egyszerű. Azért, mert a hód, amikor a kotorékot kiépíti, ha mutatok erre egy külön ábrát, de ugye megépíti a gátat, akkor megduzzad a terület, egy teljesen más vegetáció kialakulására van lehetőség, paradox módon nem hülye a hód, hiszen olyan vízinövények is megjelennek villámgyorsan, amit ő szeret. Na most, ha a fenti szakaszon, az itt látható módszerekkel, ez nagyon bevált, tehát megcsináljuk a víz tovább áramlásának az útját, ezzel mérsékeljük a duzzasztás mértékét, viszont a hód nem tudja sárral elárasztani az átvezető csöveket, hiszen elé egy ilyen speciális rágszerkezetet teszünk ott, ahol a csőnek a vége van. A túloldalon meg olyan áramlási sebességet biztosítunk, hogy nem tud hozzáférni.